vendégtrénerét, hogy értékelje a találkozót. Gondolom elégedett, hogy valamennyire a csapat az első fél időben nagyon szoros volt sokáig az eredmény, és gólok számát tekintve, amit lőttetek egy BL-ben szereplő csapatnak, mindenképpen elégedettséggel tölt el. Igen, üdvözlök mindenkit. Először is gratulálok természetesen a Szeged csapatának, hiszen nagyon jól játszottak és megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Én azt gondolom, hogy egy BL csapatnak 29 gólt lőni az mindenképpen érdem, és azt gondolom, hogy meg is érdemel dicséretet a csapatom emiatt. Természetesen voltak jó meg rosszabb periódisaink, a második fél időben a Szeged megmutatta, hogy milyen, amikor igazán nagy tempót tud játszani és keményen védekezik. Nekünk természetesen tanulni kell ezekből a mérkőzésekből és felhasználni azokon a mérkőzéseken, amikor esélyünk van pontot szerezni vagy pontokat szerezni. Természetesen nagyon jó érzés egy ilyen szép környezetben, nagyszerű szurkolók előtt egy jó csapat ellen játszani. Azt gondolom, hogy ez mindenkinek ajándék és egy öröm minden volt számunkra is. Gratuláltam az egész csapatomnak, hiszen szerintem jó mérkőzés játszottak a mi szintünkön. Köszönöm szépen. Köszönöm nektek, hogy adtátok a mikrofont Huán Károsz Pásztornak először. A hazaérmesternek meg kell én biztosan, hogy érzékeny a találkozót. Már ezt kívánom. Bueno, empezamos bien, cometimos algunos errores, se pusieron cerca, yo creo que los últimos minutos de la primera parte y los primeros de la segunda marcaron el romper el partido. Intentamos rotar a la gente, utilizar todos los minutos posibles con unos y con otros. Lo peor es la lesión de Martins, intentamos resguardar al final también a Bombach, jugando con cita de central y también importante los minutos jugados para romper el hielo de Frimmel y dar descanso también a Mirko y que juegue a Luca. Un poco las rotaciones y lo más importante es que bueno, lo peor es la lesión de martes, a ver qué pasa y bueno, muchos partidos tenemos de aquí hasta el final, hasta diciembre, 9 partidos y hay que tener cuidado con las lesiones. Jó estét mindenkinek. Jól kezdtük a meccset, de aztán sok hibával kézilabdáztunk, és visszajöttek a meccsbe a Budai Farkasok. Úgy gondolom, hogy az első fél idő vége és a második fél idő eleje az nagyon jó volt. Ott tudtunk egy nagyon különbséggel elmenni. Sajnáljuk a Mártisnak a sérülését. Próbáltam rotálni a csapatot, mindenkinek lehetőséget adni, és de kit is tudtuk pihentetni a meccsein, ugye a Szitát tudott játszani az irányító poszton. Az is fontos, ugye, hogy a Freeman is tudott játszani egy pár percet, úgyhogy mindenkire szükség lesz a jövőben. Nagyon sok meccsünk van december végéig, úgyhogy mindenkinek próbáltam lehetőséget adni. Mirkót is, Luka váltottam, kapott lehetőséget, úgyhogy az is fontos, hogy ő is tudja egy kicsit pihenni, de legfontosabb az egész meccsen ez a sérülés. Szerintem köszönöm, következően a vendégek játékosok, Romiszták Pasztek. Milyen volt a mérkőzés, milyen volt belülről a meccs? We try to give our best. I think we complete this. We know that gonna be this tough match because it's a good team, Champions League team, and we try to play to keep our mind clean and play how we can to best. And I think we complete this. And we need to get hard work for next week because it's also a tough game for us. Próbáltuk felkészülni a mérkőzésre, próbáltuk a legjobbunkat nyújtani a találkozón, tudtuk, hogy ez egy nehéz találkozó lesz. Azt mondja, hogy ezért sikerült megtenni, amit tudtunk. Nagyon nehéz mérkőzésünk lesz a következő héten, és megpróbálom felkészülni arra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Következően Bodó Ricsi. A Fixeget játékos Aricsi, győzelemmel hangoltunk a szerdán, egy nagyon fontos mérkőzés vár ránk a célja ellen. Gondolom, hogy győzelem mindig jót tesz a vendégeknek. Így van, jó estét kívánok! Gratulálni szeretnék elsősorban a Budai Farkasoknak, mert tényleg, hogy elmondták, volt pár perc, ahol vagy több perc is, hogy jól játszottak, és már kicsit megnehezítették a dolgunkat. Én úgy gondolom, hogy a tényleg már mondták az edzőink, a legrosszabb a mai mérkőzés, ugye Martins megsérült, és ugye ebből
teljesen mások egyből játszóra készülni a következő mérkőzésre, reméljük nincs gond. Nyilván próbálgattuk a CL meccsre, amit a miniszter eltervezett, de ahogy mondták a többiek, tényleg sok meccsünk van, kell pihenésre, kell, hogy játszunk is, de én úgy gondolom, hogy sokkal jobban kell, komolyabban kell venni a következő mérkőzésre, mert nem lesz egyszerű itt van. Szépen köszönöm.